A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával a Teljesség felé koncepció keretében a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódó programsorozat első állomásaként május 31-én a Pince Színházban Faragó Anna Mária dokumentumfilmrendező, író Menasságra repül című filmjét láthatták a kerületi idősek. A filmet a rendező missziós munkájának során csak országjáró turnékon láthatják. A székely lélek és az elszakított országrészek emberi drámáját, lelki tisztaságát mutatja be, hogy mekkora erőt is jelent az összetartozás érzése. A vetítés előtt a rendező előadást is tartott. Ma van a 200. településen történő filmvetítés, és hétfőn leszek Csepelen a 200. előadással. Az ősnyelvről és a magyar rovás kultúráról szól ez az előadás, amíg a film előtt szeretnék önöknek nagy szeretettel átadni, mert hogy azt gondolom, hogy az utolsó órában vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, kik vagyunk mi itt magyarokként a Kárpát-medencében, honnan jöttünk, mi dolgunk van nekünk itt, és hogy mire is teremtett bennünket a Jóisten ebben a gyönyörű országban, ebben a nagyon szép Kárpát-medencében, és hogy miért vagyunk oly nagyon szerencsések, hogy ezt a szép ősnyelvet, ezt a nagyon-nagyon gazdag ősnyelvet magyarként beszélhetjük és ismerhetjük. A falu, amelyről beszélni szeretnék most önöknek, a sok közül 10 településen forgattunk, az Magyar falu. Magyar falu a moldvai csángók lakta településen található, egy néhány száz lelket számláló falu, gyönyörűséges magyar nyelvet beszélnek, ugye ez 1200-as évek magyar nyelvét beszélik, még jóval a madéfalvi veszedelem előtti időkből ismert vagy származó magyar nyelvet hallhatjuk ott. Mi egy olyan faluban voltunk, ahonnan még Magyarországon senki nem járt. Tehát ők nem tudták, hogy milyen az a magyar nyelv, amelyet ma Magyarországon beszélnek. Mondhatnám azt, hogy ez egy nagyon szegény falu, de nem volna igaz, ha ezt mondanám, mert olyan gazdag lelkiséget, mint amit ott talál az ember a Kárpátok keleti vonulatában, azt nagyon kevés helyen találjuk meg. Hát amikor megérkeztünk ugye a magyar házba, mert a magyar állam, és itt nyitok egy nagy zárójelet, a magyar állam magyar házakat létesített Gyimesben és Moldvában. Nem azért, és ott tanítják ugye a gyerekeket a magyar nyelvre és az irodalomra, nem azért, mert nem beszélnek magyarul. Beszélik az 1200-as évek magyar nyelvét csángó tájszólásban,
De ugye az édesanya és a nagymama otthon egymás között magyarul beszélnek. És még nem zártam be a zárójelet, mert el kell mondanom, hogy munkaképes férfiakat nem találunk a falvakban. Mert a munkaképes férfiak, hála az Európai Unió megjöttének, valahol Nyugat-Európában dolgoznak, hogy a kukákat viszik-e el, vagy az utcát söprik, azt nem tudni. De ugye, amikor megjött az Európai Unió, és vele az összes szabályozás, amely ugye az állattartást szabályozza, mert az Európai Uniónak nem felel meg, hogy a Kárpátok keleti vonulatában, ott a hegyoldalban, a szinte tiszta gyógynövényt termő legelőkön tartott állatok teje, az nem felel meg. A tejből készült tejtermék sem felel meg, mert ugye előírás szerint kell etetni az állatokat, üzemi módon kell feldolgozni a tejet, és azt lehet csak eladni. Tehát gyakorlatilag az Európai Unió megjöttével ők munkaképtelenné váltak, ezért kénytelenek voltak elmenni Nyugat-Európába, de nem viszik el a feleségüket és a gyereküket sem, mert ahová a Jóisten teremtette őket, ők nagyon jól tudják, hogy a dolgukat ott kell elvégezni. Így aztán muszáj, ugye, hogy az édesanyja, aki egyedül neveli a gyerekeket, az édesapától hazaérkező pénzből, ugye nagyon fontos, hogy óvodába tudja a gyerekeket vinni, de ehhez tudni kell románul. Egy tanárnő érkezett Egerből, Ládi Erikának hívják őt, aki azt gondolta, hogy ő egy missziót vállal, és egy évig elmegy, vagy a gyimesi, vagy a moldvai csángókhoz, és megtanítja őket a magyar nyelvre, hogy helyesen tudjanak írni, olvasni. Nem a csángó tájszólást vagy nyelvjárást szeretné megváltoztatni egyetlen pedagógus sem. Természetesen nem ez a dolguk, hanem az, hogy helyesen tudjanak írni, olvasni a gyerekek, mert ugye románul tudnak írni, olvasni. És amikor megérkezett a tanárnő, valamit szeretett volna az első napokban elbeszélni, elmondani a gyerekeknek, de nem nagyon értették ők. Már másodszor futott neki, hogy valamit nem értették. És akkor fölállt egy kisfiú, és azt mondta a magyar tanárnőnek, hogy Kend nem is tud magyarul. Mondta a tanárnő, hogy bizony, ahonnan én jövök Magyarországról, ott mindenki így beszél, majd ti is eljöttök Magyarország, és akkor megtapasztaljátok, hogy a mai magyar nyelv az a nyelv, amit most én itt beszélek. Miért mondják ők azt, hogy bárhová sodorja őket az élet, ugye remélhetjük, hogy tovább tanulnak majd jó képességű, egyébként gyönyörű gyerekekről van. Én még olyan szép gyerekeket kevés helyen láttam, mint magyar faluban, csodálatosan szép kislányokat, fiúkat. Miért mondják ők azt, hogy ebbe a faluba, magyar faluba, ahol jó esetben csak a papnak meg a tanítónak van bejelentett állása, mindig-mindig vissza fognak jönni, bárhová veti őket az élet. És akkor felállt egy kisfiú, és azt mondta, hogy azért, mert szívem van hezzája. Hát azért vagyunk mi itt együtt magyarok a Kárpát-medencében, mert ehhez a nyelvhez, ehhez a kultúrához, ezekhez a gyökerekhez van szívünk. Itt van mindenünk, ami számunkra fontos. És hogyan lehet, hogy a lokálpatriotizmus az 1200-as évek magyar nyelvén egy egyszerű mondatban kifejezni, szívem van hezzája. Teszi boldoggá a székely embert? Hát azt hiszem, hogy azok a közösségi dolgok, amit most itt jelen vagyunk, hogy együtt tudunk lenni az ünnepeinken, úgy, ahogy Ambrus mondta, hogy nagyon, nagyon, tehát a lelki ápolás, tehát az, hogy egy közösséghez, egy katolikus közösséghez tartozni, az mindennél többet ér. Az, hogy együtt tudunk lenni, együtt tudunk énekelni, együtt tudunk táncolni, az mindent felér. És nem az anyagiak boldogítsanak, hanem az, hogy lélekben együtt vagyunk, emberek tudunk lenni, meg tudunk jelenni. Még ha néha szerényes körülmények között ez csak egy pohár pálinka, és ha esetleg csak egy zsíros kenyérüt, akkor is jó, csak legyünk együtt.
milyen témákban rendezett filmeket? Dokumentumfilmes vagyok. Hát nagyon sok a világ különleges gyermekei, ez egy 12 részes televíziós filmsorozat volt például. Aztán készült a Magyar Nyereg reneszánsz, amit az előbb említett. Az utolsó három film a csángókról, székelyekről szól. Az első volt a Csángó Zsoltár, amely egy kamerával forgatott és készült, nagyon olcsó, 1,5 millió forintból készült, és ebből utaztunk, ettünk, hazajöttünk, forgattunk, kamerát béreltünk, és a film megnyerte a Nemzetközi Filmfesztivált, a SLO Nemzetközi Filmfesztivált. Persze nem ettől jó vagy rossz egy film, hogy milyen fesztiválokat nyert, de fél évig játszotta az Uránia mozi, és hál' Istennek közönsége is volt. Ezt követte még egy csángókról készült, gyimesi csángókról készült film, az Oltalom kéretik című, és most a Menaságra repülj, amely a csíkmenasági székelyekről szól. Maguk a falu lakói, a film szereplői, és nekem mindig az a legfontosabb mondani valóm ezekkel a filmekkel, hogy először is azt gondolom, hogy minden magyar alkotó embernek dolga és kötelessége a nemzet összetartozásáról beszélni. Ennélkül ma semmilyen témához nem érdemes nyúlni. Legyen az képzőművész, író ember, filmes ember, a nemzet összetartozása, tudjuk, hogy mi történik Európában, meg kell, hogy maradjunk együtt magyarnak a mi saját kultúránkban. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom. Egyébként ott van a filmben a székely humor, de ott van az elszakított országrészek magyarjainak könnye, fájdalma is. Szerettem volna megmutatni, hogy élnek ott magyarok, gyönyörűen őrzik a magyar kultúrát és a magyar nyelvet. Úgyhogy így forgattuk a 2012-ben a filmet. Az a lényege az én országjárásomnak, hogy valóban megmutassam a székely kultúrát, beszélhessek a nemzeti összetartozásról, és az ősnyelvről, a magyar rovás kultúráról szól az az előadás, amelyért honoráriumot senkitől nem kérek. Ez az én vállalásom, hogy ezzel végigjárom az országot. Az én hazámért, az én nemzettudatomért. Ez a film bekerül a nemzeti közoktatásba. Tehát bármely pontján az országnak le tudják majd tölteni, és be tudják mutatni a középiskolásoknak, ugye elsősorban ők az a korosztály, akinek ez szól. Tehát mind az összes magyar középiskolában látható lesz a film, ha a pedagógusok azt szeretnék megmutatni. Vékony héja van a menasági almának, szép szeretője van a mostani lánynak, szép szeretőjét el se bírja felejteni, így jár az a lány, ki egyet tud szeretni. Összefújik a taplóca a fisággal, összeillik a szőke a barnával. Én nem bánom, ha szőke is a barna is, csalfa szeretőm, csalfa leszek magam is.